Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja. A kislelki egészségfejlesztési iroda tájékoztatását hallhatják. Az anyateljes táplálás világnapját augusztus 1-én 1992-től tartják világszerte. Sajnos még mindig halnak meg csecsemők szerte a világon azért, mert nem jutnak anyatejhez. Az anyateljes táplálás világnapja fontos társadalmi üzenetet hordoz magában, hiszen azt a cél szolgálja, hogy a kismamák minden támogatást és fontos ismeretet megkapjanak ahhoz, hogy anyatejjel táplálják kisbabájukat. A szoptatás természetes módja annak, hogy az édesanya a csecsemőt az első időszakban minden szükséges tápanyaggal és táplálékkal ellássa. Az Egészségügyi Világszervezet a kizárólagos szoptatást ajánlja a születést követő első 6 hónapban, majd javasolja, hogy 2 éves korig vagy akár tovább is maradjon fenn az anyateljes táplálás kiegészítésként a hozzátáplálás mellett. Az anyateljes táplálás világnapja minden évben más üzenetet tűz zászlajára, hogy ezáltal egy szoptatáshoz kapcsolódó témát a kommunikáció középpontjába állítson. 2023-ban ez tegyük lehetővé a szoptatást lett, melynek során a szoptatás és a foglalkoztatás összeegyeztetésének lehetőségei kerülnek fókuszba. A szoptatás a baba számára és az anyateljes táplálás az édesanya számára is kedvezően hat. Az anyateljes csecsemők kevesebb gyermekkori fertőzéseken esnek át, legyen szó akár légúti, akár bérrendszeri, vagy akár megfázásos megbetegedésekről. Az anyatej antitesteket tartalmaz, ezek a fehérjék pedig segítenek megerősíteni a csecsemő immunrendszerét a vírusok és baktériumok elleni harcban. Az anyateljes babáknál alacsonyabb lehet a gyermekkori elhízás rizikója. A szoptatás csökkenti az 1-es típusú és 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Nem csak a babának, hanem az anyukák számára is előnyös lehet a szoptatás. Az anyateljes táplálás oxitocint szabadít fel, ami segít, hogy a méh visszahúzódjon a terhesség előtti méretére. Azok, akik szoptatnak, általában gyorsabban leadják a terhesség során felszedett túlsúlyt, ráadásul az anyateljes táplálás csökkenti a szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát. A szoptatás, különösen ha 1 évnél tovább tart, csökkenti a mell- és petefészek rák kockázatát. Kutatások szerint azok, akik életük során 1-2 évig szoptatnak, 10-50%-kal kisebb eséllyel szenvednek a későbbiekben 2-es típusú cukorbetegségtől, szívbetegségtől, magas koleszterin szinttől, izületi gyulladástól és magas vérnyomástól. Az Urak napját ünnepelte a Városi Nyugdíjas Klub. A rendezvényen stábunk is részt vett. Férfi napot ünnepeltek a Városi Nyugdíjas Klub tagjai a Klébersberg Művelődési Központban. Harmat József zongora kíséretével a fiúkórus dalcsokrot adott elő, Sisák Istvánné és Geráné Buknic Mária pedig versekkel kedveskedtek a megjelenteknek. Ezután a Szegedi Postás Nyugdíjas Klub táncosai pedig western stílusú táncokkal szórakoztatták a közönséget. Kedves közönség, engedjék meg, hogy egy pár szóval bemutatkozzanak a táncosok. Szegedi Postás Nyugdíjas Klub keretein belül működő Klánti Nagyi. Tánccsoport vagyunk. 5 éve alakultunk egy csapatépítő program alkalmából Hajdúszoboszlón. Először a tánc szeretete, a mozgás öröme, az egészségünk megőrzése volt a cél. Később, ahogy haladtunk a táncok tanulásával, úgy gondoltuk, hogy itt az ideje megmérettetéseinknek. 2020-ban beneveztünk nyugdíjas kimitugra, ahol 2021-ben kiemelt aranyminősítést kaptunk, 2022-ben aranyminősítést, 2023-ban kiemelt aranyminősítést kaptunk. A csoport átlag életkora 70 év. 33 unokával, 2 dédunokával dicsekedhetünk. Műsorunk címe Country Mix. Mix kifejezés azt tükrözi, hogy 8 country táncból állítottuk össze a produkciót. Így szeretnénk bemutatni ennek a műfajnak a sokszínűségét. Rengeteg munka és gyakorlás van ebben a műsorban. Felkészítő tanárai, Bozóti Istvánné és Úvári Edit. Ne feledjétek, hogy a mi jelszavunk nem csak a 20 éveseké a világ. Majd pedig a helyi nyugdíjas klub énekkarának műsora után Vas Jánosné Valika versével köszöntötték a Kovács házaspárt az 50. házassági évfordulójuk alkalmából. Vas Jánosné Valika versével köszöntjük a Kovács házaspárt, Kovács Andrásnét és nejét, Drovzsák Gizellát,
50. házassági évfordulónk alkalmából. A veled töltött éveket. Nincs szebb szókép, egyszerű szónál boldogság és szeretet. Egymás kezét szorosan fogva lépdeltünk végig az úton, jól esik végre megpihenni a szépen megálmodott csúcson. Hosszú, gyötrelmes éjszakákon óvtad családunk tűzhelyét, hogy az imádott köteléket senki, semmi ne tépje szét. Lehet azt boldogságnak hívni nyugalmunk békés szigetén, hogy a szerető kis családhoz hozzátartozunk te meg én. Megesheted, hogy makacs voltam, hogy keményebben válaszoltam, bocsáss meg őszülő fejemnek, én még mindig nagyon szeretlek. A műsor Sallai Dezsőné versmondásával folytatódott, majd Trombitás Istvánné és Túri Mária az Uram című vidám jelenetével ért véget. A színpadi produkció után köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket Szalai Józsefné Marika, a klub vezetője. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Sándor polgármester urat, Domonics János alpolgármester urat, Nagy Rusztem aljegyző urat, Dr. Kunstár Pálné képviselőasszony, akinek fogyasztották az asztalon a finom kifliét, ma sütötte Irénke. Köszönöm szépen! Köszöntöm Sándor Szidónia képviselőasszony, Sejben József képviselő urat, Szombathelyi Árpád képviselő urat, Stóth Szabolcs képviselő urat. Köszöntöm Antal Imre atyát. Köszöntöm Brandon atyát. Úgyhogy a mai napunk igazi áldott lesz. Köszöntöm a Bordányi Nyugdíjas Klub vezetőjét, Szalai Antalt, és a megjelent tagokat. Köszöntöm a Csankuteleki Nyugdíjas Klub vezetőjét, Lajos Jánosnak, négyes megjelent tagokat. Köszöntöm Napsugár Otthon munkatársait és lakójait, akik sokat besegítenek nekünk, kézimunkában és gyönyörűen kimossák a nekünk az abroszokat. Bárkányi Izabella és Andrea, Bakai Antalné és a kedves idős hölgye. Köszöntöm vendégművészeinket, Postás Nyugdíjas Klub táncosait, és nem utolsó sorban köszöntöm a Kisteleki Nyugdíjas Klub tagjait, akik fáradtságot nem kímélve készültek a mai napra, csomagolták a tombolát, a meglepetéseket, és amit ma oly szeretettel igyekezünk megünnepelni, a férfiakat. Nekik is kérek egy tartalmat. Régi hagyománya van a férfi napnak. Amikor a nők köszöntik az erősebb nem tagjait. A férfi nap célja, hogy fiúk, férfiak egészségére hívja fel a figyelmet, és hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőséget. Ez egy olyan alkalom is, mely elítél minden férfiak ellen szóló diszkriminációt,
és hangsúlyozza az elért eredményeiket, a férfiak hozzájárulását, a közösség, a család, a házasság és a gyerekekkel való törődésben. Valamint elismeri a közösségben betöltött nélkülözhetetlen szerepüket. Törődünk és odafigyelünk barátainkra, részt vállalnak szűkebb közösségükben, terhelő gondokból. Hát boldog férfi napot, uraim! Végül minden férfit egy-egy dobos sörrel leptek meg a klub tagjai, majd egy közös ebéddel és mulatozással zárult a délután. Farkasné dr. Pignicki Katalin ügyvéd tájékoztatását hallhatják az adásvételekkel kapcsolatosan. Köszöntöm én is a Kistelek TV nézőit, és nagyon szépen köszönöm a felkérést, hogy tarthatok ilyen jogi perceket Kistelek lakosságának. Amikor én ügyvéd lettem, akkor úgy gondoltam, hogy ami a lakosságot érdekelni fogja, az az ingatlan adásvételek, az öröklés és a családjoggal, házassággal kapcsolatos kérdések, és ez valóban így is van, ez foglalkoztatja legjobban Kistelek lakosságát. Első körben én arra gondoltam, hogy az adásvételekről szeretnék egy kicsit beszélni a nézőknek, kérem fogadják szeretettel. Mi történik, amikor kinézünk egy ingatlant, lakásvásárlás előtt állunk, és úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk álmaink ingatlanát. Ennél a pontnál nagyon figyelni kell. Amikor úgy érezzük, hogy megtaláltuk azt az ingatlant, ahol hosszú távon, akár egész életünkben szeretnénk majd élni, arra igenis időt kell szánni. Időt kell szánni arra, hogy megnézzük, megtekintsük alaposan azt az ingatlant. Mire gondolok itt? Először is rögtön, amikor meglátjuk az ingatlant, a külső környezetét érdemes megfigyelni. Szálljunk rá az időt, menjünk el több napszakban, menjünk el reggel, délben, este, nézzük meg, hogy tényleg azt nyújtja-e, amire mi vágyunk. Nézzük meg azt, hogy nyugalmas ingatlant szeretnénk, esetleg központhoz közelebbi ingatlant szeretnénk, gyermeket tervezünk. Ez azért fontos, mert lehet, hogy abban az adott pillanatban nagyon örülünk neki, hogy itt lakunk a nyüzsgő belvárosban, de amikor esetleg egy-egy nagyobb esemény van, akkor zavaró lehet a ricsaj. Fontos megnézni több napszakban azért, hogy lássuk, hogy milyen aktívak a leendő szomszédaink. Mivel foglalkoznak, hangoskodnak-e, csendesek-e esetleg. Nyilván ezt nem fogjuk tudni megállapítani rögtön, abból, hogy elmegyünk párszor és ott időzünk 10 percet, de azért sokat mondó lehet, hogyha mondjuk vasárnap délben fűnyírást hallunk. Ez egy visszatérő probléma. Hogyha hangoskodnak a szomszédok, sajnos a mondás még máig igaz, rossz szomszédság török átok. Ha úgy gondoljuk, hogy az ingatlan ezeknek a kritériumoknak megfelel, akkor érdemes magát az építményt fizikai szempontból megfigyelni, megvizsgálni. Ha már megbeszéltük az eladóval, hogy el tudunk menni megnézni az ingatlant, akkor igenis arra is szánjuk rá az időt, és nézzük át alaposan azt az ingatlant. Nézzük meg, hogy a falak úgy állnak-e, ahogy mi szeretnénk, vizesednek-e, repednek-e. Fogjunk gyanút, hogyha télen a lakatlan ingatlanban, mert nem lakik ott senki, mert mamától örökölték, mégis folyamatosan megy a fűtés. Lehet, hogy valóban csak azt szeretnék elkerülni, hogy a fűtésrendszer, akár a vízrendszer elfagyjon, de bizony lehet, hogy egy vizesedést szeretne az eladó ezzel elleplezni. Ezekre a körülményekre mindenképpen figyelni kell. Ha úgy gondoljuk, hogy a mi laikusként első ránézésre a szűrőnkön átment ez az ingatlan, akkor igenis, mint amit sokan alkalmaznak autóvásárláskor, hogy az autószerelő ismerősüket, vagy ismeretlenül megbíznak egy autószerelőt azzal, hogy megnézzék az ingatlant. Igenis, mi is egy kőműves ismerőst, villanyszerelő ismerőst bízunk meg azzal, hogy jöjjön el velünk és nézze meg az ingatlant. Nézzük meg az ingatlannál a nyílászárókat, nézzük meg a fűtésrendszert, a statikai állapotát, a tetőszerkezetét, a padlást. Nézzünk be igenis a szőnyeg alá, mit látunk a padlózaton. Ezek nagyon fontos körülmények. Itt szeretnék egy kicsit most már a jogi részébe is áttérni az ingatlan vásárlással kapcsolatban. Amennyi időnk engedi, azt még szeretném ismertetni, hogy mi a másik nagyon fontos
kritérium, aminélkül nem tudunk ingatlant vásárolni, az az ingatlan tulajdoni lapja. Az ingatlan tulajdoni lapja nélkül, még ha bele is szerettünk egy ingatlanba, sajnos nem szabad beleélni magunkat, hogy az az ingatlan a miénk is lesz. Muszáj lesz megtekinteni a tulajdoni lapot, mert az árul el mindent az ingatlanról, hogy aktuálisan mi a jogi helyzete az ingatlannak. Látjuk az ingatlan címét, látjuk az ingatlan helyrajzi számát, magát a megnevezését, a tulajdonosokat, és ugye amiből probléma szokott lenni, a terheket. Mi történik, hogyha terhet látunk az ingatlanon? A teher mi lehet? A teher lehet egy végrehajtási jog, akár egy haszonélvezeti jog, ez egy özvegyi jog. És sajnos van olyan eset, amikor előfordul, hogy a tulajdonos úgy gondolja, hogy ő valóban egy tehermentes ingatlant árul. Olyankor sajnos valóban csak a tulajdoni lap tudja megmutatni, hogy van-e teher az ingatlanon, mert a tulajdonos úgy gondolja, hogy az ingatlan a tehermentes. De annak idején, 92-ben például felvettek egy szocpolt az ingatlanra, amit vissza is fizettek, ment az élet a maga útján, csak ezt a szocpolt elfelejtették töröltetni. Ezek olyan kihívások, amik egyrészt van, ami anyagilag, másrészt időben pedig minden olyan, ami teher az ingatlanon, és mi tehermentesen szeretnénk tulajdon szerezni, időben meg fogja hosszabbítani az ingatlan vásárlásunkat. Tehát én azt javaslom önöknek, amikor eldöntötték, hogy ez az ingatlan lesz az, amit választanak, akkor ezt a két szempontot tartsák szem előtt. Először is nézzék meg fizikailag az ingatlant, másrészt pedig egy tulajdoni lapot kérjenek le róla. Ami fontos tudnivaló még, és ezzel zárnám a mai jogi percek előadást, tulajdoni lapot, akin ügyfélkapuval rendelkezik, évente 2 alkalommal ingyenesen tud letölteni. Én azt javaslom, amennyiben eljött a pillanat, hogy ez az az ingatlan, akkor éljenek ezzel a lehetőséggel, és már tekintsék meg önök maguk az ingatlant, mielőtt belemennek a kezet készfogásba, hogy ez az az ingatlan, ezt szeretnénk megvenni. Köszönöm a figyelmüket. Zsolt Érdenet látogatott el nemrégiben a kisteleki focitáborban. Vele beszélgettünk. A kisteleki focitábor vendége Zsótér Donát, köszöntjük őt itt. Kicsit beszéljünk is arról, hogy milyen érzés is számodra kistelekiként részt venni, mindenként ebben a táborban is velük beszélgetni. Minden évben próbálok hazajönni erre a táborra, mivel nagyon fontos dolognak tartom, hogy ezek a dolgok megmaradjanak. Soha nem felejtettem el, hogy honnan indultam, és hogy mennyire szeretem Kisteleket, mennyire szeretek itt élni, a szüleim a mai napig itt élnek. Mindig örömmel jövök haza, ahogy a focitáborba is, meg úgy a hétköznapokba is, úgyhogy mindig öröm számomra itt lenni, és az otthont ez jelenti nekem. Egyébként a gyerekeken is észrevehető volt, hogy mi vagy te kisteleki, vagy sokkal jobban kérdeztek, meg így örültek neked, miket tettek fel így, milyen kérdésekkel fogadtak? Igen, mindig nagyon sokat kérdeznek. Úgy gondolom most már én is, hogy szerintem ők is feloldoltak, mert azért a többjükkel évek óta találkozom, és főleg úgymond a kistelekiekkel, akik eljönnek ebbe a focitáborba, velük azért sokkal közvetlenebb a kapcsolat, meg minden, hiszen ha itthon vagyok, találkozok velük az utcán, rám köszönnek, visszaköszönök, beszélgetünk, hogyha van bozsik program, vagy bármilyen foci esemény, akkor azon kim vagyok, a téli teremtornán például, vagy hogyha a kistelek játszik, kijövök édesapámmal, pont itthon vagyok hétvégén. Nagyon sok kérdést kaptam így a jövővel kapcsolatban, és természetesen a múlttal is. Mik a kedvenc posztjaim, mi a kedvenc csapatom, hány mérkőzésem volt, hány kupám, hány érmem. Úgyhogy ezek a kérdések mindig megvannak. Pont mondtam is a srácoknak, hogy mondom, ezeket pontosan nem tudom, hogy hány érmem, vagy hány kupám van, vagy hány gólom van összesen, de hogy ezt jövőre, amikor jönni fog, akkor sok a felkészültebb leszek, és meg fogom addigra tudni pontosan. Így nekik is, vagy így a focistáknak mi az, amit úgy gondolod, hogy céljuk legyen, hogy nagyobb focisták legyenek?
Figyelj, aki elkezd focizni, szerintem három nagyon fontos dolog van, aki elkezd bármit, és nem csak a futball, de most nyilván miattam a futballról beszélünk, szeresse, amit csinál, tegye bele a kemény munkát, és legyen mindig alázatos. Szerintem ez a három legfontosabb dolog, ami nélkül nem működik a siker, és pont a napokban láthatjuk, hogy itt van a Szoboszlai Dominik, ő kiigazolt a Liverpoolba, nem kevés átigazolási összegér, és ez nagyon, nagyon jót fog tenni szerintem a magyar futballnak is, és a jövendőbeli fiataloknak is, hogy láthatják, hogy ott van a példa, hogy igenis meg lehet csinálni, van rá lehetőség, csak azt a munkát, amit például a Szobi is beletett, azt bele kell tenni, és akkor bármi elérhető. Az MVMD MESZ áramhálózati Kft. A közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakban és területeken. Ezen időszakokban a villamos energiaszolgáltatás szünetelni fog. Időszakok 2023. július 31-e reggel 8 óra és délután 16 óra között. Területek Gőzmölöm utca, Hétvezér utca, Jókai utca, Keresztes Nagy Antal utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Zrínyi utca.